Települési polgármesterek, kamarák vezetői, civil szervezetek képviselői vettek részt a megyei paktum szervezetének alakuló ülésén. Ez a Baranya segít, együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért című projekt keretében valósult meg kedden. Ha munka van, akkor minden van. Ha megadatik az a családoknak, hogy munkából származó jövedelemből tartsák el a családjukat, akkor persze még számos gond lehet az élet különböző területein, de akkor azért az alapok rendben vannak. Hát a következő időszakban ahhoz lesz szükség sok-sok munkára és összefogásra, hogy ezt az alapot, azt, hogy mindenkinek, aki dolgozni akar, annak legyen munkája, és azért kapjon tisztességes olyan bért, amelyből el tudja tartani a családját, ezt az eredményt, ezt a vívmányt, ezt szeretnénk megőrizni. Utalta a mai nehéz gazdasági helyzetre és a munkahelyek megtartásának fontosságára a megyei önkormányzat elnöke. A foglalkoztatási mutatók javításában egyrészt az országos GINOP programok segítenek, mondta a megyei főispán az alakuló ülésen. Ezeken a GINOP programokon kívül a megyei önkormányzattal Baranya Paktum néven és a Pécs megyei jogú városával pedig Pécs Paktum néven indítottunk a megyével közel egy 2 milliárdos, a várossal pedig közel egy 1 milliárdos programot. Ezeknek a helyi paktumoknak az a célja, hogy picit megkülönböztessük az országostól. Ahogy említettem, hogy nálunk megyén belül is milyen típusú eltérések vannak, igények, lehetőségek, ezért nekünk erre helyi szinten muszáj reagálnunk. Így a paktumon belül az adott települések sajátosságaihoz, lehetőségeihez igazodva tudnak javítani a foglalkoztatáson. Ezért szükséges a helyi vezetőkkel, gazdasági társaságokkal, kamarákkal, civil szervezetekkel együttműködni. A most indult EU-s pénzügyi ciklusban a megyei paktum szervezet 2 milliárdos támogatással tud segíteni a munkához jutásban. Ezt képzésekkel, különböző támogatásokkal teszik meg a szervezet keretein belül.